Idén is a Petőfi Sándor Művelődési Házban rendezték a Városnapot, annak tiszteletére és emlékére, hogy Nagy Halász 1993-ban várossá nyilvánították. Orosz Károly polgármester úr beszédében kiemelte, Nagy Halász Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legrégebben lakott települése. Az oklevelek 1245-ben említik először a várost. 1993. december 1-jével kapta meg a városunk a városi rangot, címet, és ennek minden éven december 1-én nyomatékot adunk, és megünnepeljük ezt a fontos időpontot, hisz ez egy nagyon nagy lépés volt a település életébe. Azóta próbáljuk fejleszteni a városunkat, a városi rangot elérni, úgy megtenni mindent azért, hogy a lakosok azt érezzék, hogy városban élnek, és ide jó eljönni Nagyhalászba, hisz mindenkit szeretettel vár ez a kisváros. A rendezvény fővédnöke Eszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter volt, aki ünnepi beszéde után nem csak a megvalósult fejlesztésekről és beruházásokról beszélt a nagyhalásziaknak, hanem a jövő terveiről is. 2018-ban új körforgalommal és egy kézilabdacsarnok megépítésével is gazdagodik majd a város. Az összes fejlesztést elmondani, hál' Istennek, az azért nehéz, mert sokáig lehetne sorolni, de azért egy-két dolgot hagy emeljek ki önöknek, mert azt gondolom, hogy ez azért fontos, mert ezek azok a beruházások, azok a fejlesztések, ami igazából élhetővé teszik a Nagyhalászt. Hiszen készül a csapadékvizelvezetése, kerékpárút építése, óvoda felújítása, zöldváros létrehozása. Ezért mondta a polgármester azt, hogy majd jövőre ide jönnek, akik ide jönnek, azok nem fognak ráismerni a városra, mert picit szebb lesz, egy picit más, tehát egy picit színesebb lesz. Az ünnepségen számos díjat átadtak, többek között díszpolgári címet kapott Lizsavicki Róbert, valamint Kálai András díjban részesült Hegyes Jázmény 8. osztályos tanuló.